Ötödik fejezet. Mr. Croft Hungry letelepszik a Canon Gate-en. Itt a kunyhóm az olajfák mögött, ha érdekel. Shakespeare, ahogy tetszik, harmadik felvonás. Szabó Lőrinc fordítása. Valamely kedély változás folytán, melyről nem tudnék számot adni, teljességgel megváltoztattam élettervemet, illető elképzeléseimet a csalódás következtében, melynek története az előző fejezet anyagát képezi. Kezdtem ráébredni, hogy a vidék egyáltalán nem nekem való, mivel felhagytam a vadászattal, és semmiféle hajlandóságot nem éreztem magamban a gazdálkodásra, mely a vidéki, nemes ember szokásos elfoglaltsága. Amellett nem volt tehetségem arra sem, hogy valamelyik jelöltet támogassam egy várható választás során, és nem találtam élvezetet az útügyi kurátor, az ellátási biztos, vagy a törvényházi magisztrátus tisztével járó kötelezettségekben sem. Időközben rám ragadt némi érzék az olvasáshoz, a vidéki letelepülés viszont feltétlenül akadályozott volna a könyvek forgatásában, ha csak azt a kis előfizetéses közkönyvtárat nem számítjuk, ahol mindig éppen az a könyv van kézben, melyre az embernek szüksége volna. Ezért hát úgy döntöttem, hogy a skót metropoliszt teszem meg rendszeres pihenőhelyemmé, és egyszeres mint fenntartom a jogot, hogy alkalomattán felkerekedjek a kirándulásokra, melyeket mindennek ellenére, amit a postakocsikról elmondta, Mr. Piper oly kényelmessé és élvezetessé varázsol. Életünk és pihenésünk barátja a sietséget szegzi ő szembe az időveszteséggel, a legjobb kocsikat, lovakat és a legállhatatosabb hajtókat, a végtagokat fenyegető veszélyekkel. Oly gyorsasággal repít bennünket, és leveleinket is, Edinburgh-tól Cape Wrath-ig, mint amennyi idő egy bekezdés írásba foglalásához szükségeltetik. Mikor eléggé megérett bennem az elhatározás, hogy Old Reeky-ben ütöm fel főhadiszállásomat, és egyszer, mint élni fogok a mindenirányú felderítés jogával, nagy buzgalommal felderítésbe fogtam, hogy alkalmas lakóhelyre bukkanjak. És vaj, hová menék? Ahogy Sir Pertinax kérdezi. Nem a György térre, se a Charlotte térre, még csak nem is a régi újvárosba, de még az újvárosba sem, sőt, mit ő, a Carlton Hillre sem. De mentem bizony a Canon Gate-re, annak is éppen abba a fertájába, ahol korábban fogva tartottak, mint egy kóbor lovagot, holmi elvarázsolt kastélyban, ahol a bűbáj áthatolhatatlanná teszi a környező levegőt a boldogtalan fogós számára, habár látószerve nem lel akadályra a szabad eltávozás útjában. Miért határoztam, hogy itt ütöm fel táboromat? Nem tudnám megmondani. Talán azért, hogy ott élvezzem a szabadság örömeit, ahol annak idején oly sokáig a rabság keserveit tűrtem. Talán annak a katonatisztnek a példáján buzdultam fel, aki, miután megkapta az obsitot, azt parancsolta szolgáinak, hogy a szemle órájában mindig kiáltsanak be hozzá, pusztán csak azért, hogy örömét lelje abban, hogy elmondhatja, pokolba a szemlével, és átfordulva másik oldalára, tovább élvezhesse a szúnyókálást. Avagy talán azt reméltem, hogy a környéken találok majd valami régi módi kis házat, a Res in Urbe hangulatával, melyet olyannyira vágytam élvezni. Elég, mint mondottam, a Canon Gate-re mentem. Álltam ott a kanális partján, melyről már korábban is megemlékeztem, és lévén lelkem megnyugodva, érzékszerveim is megélesedtek. Most inkább tudatában voltam, mint eddig elé, hogy akár Pompeius foglalkozása a szegett szeggelben, bizonyos értelemben annak is volt hatása. Piha! Egy uncia pézsmát jót, patikárius! Hátat fordítottam a helynek, és lépteim maguktól sorjáztak el szegény lakosztályomhoz, ahol az én kis felföldi gazdasszonyok ugyanolyan élénken és délcegen, mint mindig, mivel az élemedettebb asszonyok százszor jobban tartják magukat, mint a férfi nem kemény fából faragott idősebbjei. Ott állt az ajtóban, felföldi dalocskát zümmögve magában, miközben az asztalkendőt rázta ki a lépcső feljáró felett, majd csinosan összehajtogatta további használatra.
Hogy van, Janet? Köszönöm, jó uram, felelte öreg barátnőm anélkül, hogy rám pillantott volna. De csak mondja bátran, hogy Mrs. McAvoy, mivel én nem vagyok akárkinek, Janet. De nekem ő már csak Janet, mindennek ellenére tán csak nem felejtett el engem. Nem emlékszik Crystal Croft Angry-re? A jólelkű vidám teremtés háta mögé hajította a kendőt, és akár egy tündér lelibbent a lépcsőn, hármasával vette a fogukat, megragadta a karom, mindkét karom, felugrott és megcsókolt. Némiképp rösteltem magam, de ki az a szép tevő úgy 60 felé, aki ellen tudna állni egy csinos kortársa közeledésének. Így ezt szabadjára engedtük nyájasságunk minden melegét a viszontlátás tiszteletére. Átkozott, aki rosszra gondol, és azután Janet rögtön a tárgyra tért. És most bejön jó ember, és megnézi a régi lakását, semmi kétség, és Janet kifizeti azt a 15 shilling visszajáró pénzt, aminélkül akkor elrohant, meg anélkül, hogy Isten hozzáadott intett volna Janetnek. De ne törődjön vele, bólogatott jókedvűen. Janet látta, hogy magát nagyon szorítja az idő. Ekkor már régi kvártéjomon voltunk, és Janet egyik kezében szíverősítős üvegével, a másikban pohárral, egy korty, jóféle párlatot diktált belém, melyet sáfrányból és más füvekből főznek valami régi-régi felföldi recept szerint. Aztán mindenféle kis papírdarabha közül előkerült az a 15 shillingre rúgó összeg is, melyet Janet több mint 20 évig őrizgetett. Hát itt van, szólt tisztes diadalérzéssel. Pontosan ugyanaz, melyet kikészítettem magának, amikor úgy elszaladt, mint a kergették volna. Janetnek hol volt ezüstje, hol nem volt neki, de sokszor is azóta. És jött a finánc, és jött a bizományos, meg a mészáros, meg a pék. Isten megáldjon minket, hogy az öreg Janetet kiforgassák mindenéből, de ő mégiscsak gondot viselt a Mr. Croft Angry 15 shillingére. És ha sohasem jöttem volna vissza, Janet? Ó, ha Janet meghallotta volna, hogy meghalt, a templom szegényeinek adta volna, hogy imádkozzanak Mr. Croft Angryért, mondta Janet, és keresztet vetett, mivel hogy katolikus volt. Tán úgy gondolja, hogy ez nem sokat használt volna magának, de a szegények áldása soha se árthat. Teljes szívemből egyetértettem Janet végkövetkeztetésével, és mint hogy azt kívánni, hogy a megőrzött összeget tekintse saját tulajdonának, tapintatlan viszonzása lett volna példás magatartásának. Megkértem őt, hogy rendelkezzék a pénzzel oly módon, ahogy halálom esetén eredetileg szándékozott volt, azaz, ha ismer valamely erényes szegény embert, akinek a pénz jól jönne, adja neki. De még milyen sokat, emelte személyez a kötényének sarkát. Milyen sokat, Mr. Croft Angry. Hó, hát itt vannak mindjárt ezek a szerencsétlen felföldi teremtések Glenshee-ből, akik az aratásra jöttek, és levette lábukról őket a forró láz. Nekik 5 shillinget, egy félkoronást, meg Bessie McAvoy-nak, mert az ember halálra fagyott. Szénégető volt a lelkem, hogy maradt volna távol a gyomrától mindaz a pálinka, amit megivott, és... De hirtelen megszakított a tervezett jótékonykodásainak rózsafizérét, és igen bölcs arckifejezést öltve, csicsergő ajkát elfintorította, és más hangon folytatta. De hát, Mr. Croft Angry, gondolja csak meg, hogy nem lesz szüksége erre az ezüstre magának is, mert talán majd visszagondol, és elrágódik azon, hogy miért is adta ki, pedig nagyon nagy bűn megbánni a jótékonyságot, és még nagy bajt is okozhat, és ami fontosabb, nem is való, hogy egy úriember gyereke, mint maga, ilyesmit gondoljon, drágaságom. Annyit mondok, hogy gondolja meg még egyszer, mivel nagyságod is tudja magáról, nem olyan elővigyázatos a pénzzel, mint amilyennek lennie kellene, és ezt már korábban is mondtam az úrnak. Biztosítottam, hogy könnyűszerrel nélkülözöm az összeget anélkül, hogy a jövőbeni megbánás kockázatát vállalnám, amiből arra következtetett, hogyha így áll a bál, akkor Mr. Croft Angry igencsak megszedhette magát a messzi földeken, és megszabadult a bajaitól a fullajtárokkal, meg a bírósági tintanyalókkal, meg az egyéb szennyes söpredékkel egyetemben, és Janet McAvoy, anyjának leánya, boldog ember,
hogy ezt hallja. De ha Mr. Croft Angry bajba jutna, itt van az ő szobája, ágya és zsenetje, akire számíthat, és aki csak akkor kéri a lakbért, amikor az a legkevésbé terhes. Beavattam Janetet helyzetembe, melynek hallatán határtalan örömét fejezte ki, majd az ő körülményei felől kezdtem érdeklődni, és bár vidáman és megelégedettem válaszolgatott, láttam, hogy bizony a borotva élen táncol. Jó magam, többet fizettem neki annak idején, mint amennyi járt volna. A többi bérlő az ellenkező végletbe esett, és teljesen megfeledkezett a Janetnek járó összegről. Bizony, Janetnek sejtelmesen volt a praktikákról, amelyekkel pénzt vasalhatnak ki lakóiból, míg mások, akiknek megélhetése ugyanebből a forrásból fakadt, ravaszabbak voltak a szegény, együgyű, felföldi asszonyságnál, és értették a módját, miként mutassák szobáikat látszatra olcsóbbnak, még a lakóik rendre kétszer olyan drágának is találták azokat az idő múltával. Amint, hogy már korábban is azt a sorsot szántam az öreg háziasszonyomnak, hogy megteszem házvezetőnőmnek és társalkodónőmmé, mivel ismertem becsületességét, jó természetét és, bár skót volt a lelkem, tisztaságát és kiváló kedélyét, eltekintve azoktól a rövid és hirtelen kitörésektől, melyek a felföldiek pihaként emlegetnek. Most végre elébe tártam tervemet oly formában, hogy remélhetőleg elfogadhatónak vélje. Lett légyen azonban ajánlatom még olyan fogadható is, Janet, amint hogy várható volt, egy teljes napig fontolgatta, és újbóli találkozásunkkal kapcsolatos meggondolásai egyetlen, bár meg kell hagyni, nem mindennapi ellenvetést sugaltak neki. Becses uram, mert most így hívott engem, ön valami finom utcában fog lakni a városban, és Janetnek nem akaródzik olyan helyen lakni, ahol a rendőrség, a békebírák, a hitelezők és az ilyen tolvaj és alja népség csak úgy torkon ragadhatja az úri embereket, mert egy nyomorúságos ezüsttel kevesebb van a tarsolyukban. Janet ugyanis azelőtt Tomant Hulik vidám szurdokában lakott. Istenemre, mikor egy ilyen vérszapó odamerészkedett, az apám rálőtt, pedig az eltalált egy tallért is olyan messziről, mint akárki a törzsből, és itt, ezen a helyen nyugton is hagyták az embert, nem merték átdugni az orrukat a csatornán. Janet ugyan nem tartozott soha senkinek egy fityinggel sem, de nem szívesen látná, hogy becsületes népeket és kedves úriembereket akaratuk ellenére börtönbe hurcoljanak, és a Janet az egyik elvetemült gazfickó fejéhez vágná a baltanyelet, meg lehet a törvény, nagyon rossz néven venné tőle. Egy dologra igazán megtanított az élet. Sose fárassza az ember az eszét ott, ahol az esztelenség épp úgy megfelel a célnak. Nem tudtam volna egykönnyen meggyőzni a szabadság ezen bővérű és önzetlen csodálóját és védelmezőjét, hogy az edinburghi utcákon sohasem, vagy csak ilyen ritkán lehetünk szemtanúi letartóztatásoknak, ezek jogosságát és szükségességét pedig Janet megelégedésére bizonyítani legalább olyan nehézségbe ütközött volna, mint a protestáns hitre kívántam volna őt áttéríteni. Így hát biztosítottam a béli szándékon felől, hogy, ha megfelelő szállást találok, maradok ebben a városrészben, ahol ő jelenleg lakik. Janet háromszor dobbantott a padlón, és ugyanannyi apró, éles örömkiáltást hallatott. De kétkedése majdhogy nem azonnal kiújult, és ragaszkodott hozzá, hogy megtudja, minő okom lehet az itt tartózkodásra, ahol oly kevesen laknak, eltekintve azoktól, akiket a balsós hajszolt ide. Eszembe ötlött, hogy családom eredet mondájának felidézésével elégítem ki kíváncsiságát, és abban, hogy családunk egy, a Holyrood kastély közelében fekvő helység nevét viseli. A legtöbb ember szemében ez igencsak képtelen oknak tűnt volna a lakóhely megválasztására, de Janet McAvoy-t a legteljesebb mértékben kielégítette. Ó, az már igaz, ha ez a föld atyáié volt, egy szavam sincs többé. De az már mégiscsak különös, hogy családi birtoka éppen a város végében feküdjön, és házak álljanak rajta, ott, ahol a királyi gulyák, áldja Isten szarvukat és patájukat,
legelésztek egykoron. Furcsán változnak a dolgok. Kicsit eltöprengett, aztán hozzáfűzte. De mégiscsak jobb a kroftangri uraknak, hogy a mezőből lakott hely lesz, és nem a lakott hely lesz lakatlanná, mert Janet saját maga is ismert egy szurdokot, ahol emberek éltek ugyanúgy, ahogy annak idején a kroftangrik, és ha mindent összevetve nem is voltak annyian, legalább olyan igaz népek voltak a kockás kamukájukban, mint mások, a dufla finom posztójukban. Voltak ott is házak, és ha nem is épültek kőből meg mézből, ha nem is magasodtak, mint a kroftangriké, azért éppenséggel jól megfeleltek az ott lakóknak, és mennyi derék, sityak, sejempárta és helyre fehér fejkendő került elő annak idején, hogy templomba vagy kápolnába menjen úrnapján, és az apró nép csak úgy totyogott utánuk. De most, olyan szegény fejemnek, a szurdok elhagyott, oda már a sok derék, homlokkötő és fejkendő, a szászok háza áll némán egymagában, mint a csupasz keblű árva szikla, ahová sólyom rakja fészkit, a sólyom, mely felszargatja szurdokából a fajtkakast. Mint annyi felföldit, Janetet is élén képzelő erővel áldotta meg a teremtő, és a szomorú emlékek ültek meg a lelkét, majd nem költő ilyen fejezte ki magát. A kelta nyelv szelleme volt ebben a ludas, mely megszabta gondolatait, ha értettem volna Gaelül, kétségtelen enyelven szólt volna hozzám. Két perc sem telt el, a borongás és bánat árnya eltűnt kedélyes arcvonásairól, és újfent az apró, szorgos, kereplő, tüsténkedő kis öregasszony állt előttem, teljes jogú tulajdonosa az Abbeyard bérház egyik lakosztályának, és hajszál híján már is a javakora beli aglegény, Krisztál Kroftangri, tekintetes úr, gazdasszonyi hivatalába beiktatva. Sok idő nem telt vele. Janet rövidesen felelte épp azt a helyet, amelyre szükségem volt, és ahol meg is telepettünk. Janet tartott tőle, hogy elégedetlen leszek vele, mivel a hely nem tartozik egészen a Kroftangrihez, hogy elejét vegyem további kétségeinek. Biztosítottam, hogy szépapáim idején a hely része volt a birtoknak. Ez megtette a magáét. Nem szándékozom senkit sem a szállásomra vonatkozó pontos adatokkal fárasztani, bár, ahogy Bobadil mondja, nem számít, hogy ki tud róla, mivel a cella kényelmes. Nagy általánosságban annyit azért elmondhatok, hogy lakhelyem önálló ház, illetve, ahogy a hirdetések újszerűen megfogalmazzák, komplett. Közel fél akrés kert tartozik hozzá, és egy fákkal benőtt földsáv a homlokzata előtt. Öt szobával és személyzeti lakrésszel dicsekedhet. A homlokzata a kastélyra néz, a hátsó fertájról pedig a hegyet és a királyi vadaskert kőszikláit láthatni. Szerencsére a hely nevet is visel, mely némi kiigazítással segített megerősíteni a legendát, melyet Janettel igyekeztem elítetni, és melyet éppenséggel nem bántam volna, ha magammal is el tudok hitetni. A helyet Little Croftnak hívták. A nevet mi Little Kroftangrire igazítottuk. Az írás-olvasás azon felkentjei pedig, akiket tevékenységük a postahivatal összfűz, áldásokat adták a módosításra, és kezükhöz juttatják az imígyen címzett leveleket. Így lettem én minden tekintetben Kroftangri-i Krisztál Kroftangri. Házam népéhez Janet, egy alsóbrangú szolgáló, egy felföldi fruska, ő rajta gyakorolja Janet a Gael nyelvben jártasságát, valamint egy ügyes fiatal legény tartozik, aki ért a tálak, poharak fortéjaihoz, és elboldogul a pónival, amelynek hátán a portobellói partokra járok. Különösen a lovassági nagy gyakorlat idején, mivel vén bolond fejemmel még most sem hagy teljesen hidegen a lovak vágtája és a fegyvercsörgés, melyből, bár hivatásos katona nem voltam, a végzett kegyeskedett ifjú koromban némi kóstolót adni. Esős délelőttökre ott a könyvem, ha szép az idő, látogatóba indulok, vagy a kréksziklákon kószálok, ahogy kedély állapotom rendeli. Ebédemet tulajdonképpen magányosan költöm el, bár nem egészen így áll a dolog, ugyanis
miközben Andrew felszolgál, Janet, azasszony Mrs. McAvoy felügyel, ugyanis gazdáját és egy némely öreg felföldi pletykafészket kivéve mindenkinek Mrs. McAvoy. Sürök, forog, szeretne mindent példásrendben látni és elmondani nekem, Isten engem úgy segélye. A kastélya mai napra rendelt csodálatos híreit. Azt elmondás után, midőn szivaromra gyújtok és gondos kezelésbe veszek egy pint portóit, vagy egy pohár vízzel felöntött óviszkit, Janet a ház rendjének értelmében ott üldögél a közelemben, bóbiskol, vagy a harisnyáit javítgatja, teszi, amire épp hajlandóságot érez, megszólalásra kész, hatásalokhatnékom támad, és hallgat, mint a sír, a könyv vagy újság studírozásához érzek magamban inkább kedvet. Pontosan 6-kor elkészíti a teámat, és magamra hagy, hogy elfogyasszam. Akkor köszönt be a napszak, melyel a legnagyobb aglegény olyannyira nem tud mit kezdeni. A színház alkalomattán remek kikapcsolódás, különösen ha Will Murray játszik, vagy valamely más kiváló csillag kölcsönzi fényét az előadásnak, de meglehetősen távol esik lakhelyemtől, ugyanígy áll a dolog azzal a néhány nyilvános társasággal, melyekhez tartozom. Az esti gyaloglások egyébként sem vehetik fel a versenyt a karosszék örömeivel, melyhez megkívántatik valamely elfoglaltság is. Olyan fajta, hogy felüdüljön tőle a szellem, ám anélkül, hogy a test elcsigázódna. Ebben nyomások hatására ötlött eszembe ez az irodalmi vállalkozás. Magának, Bonázusznak kellett volna lennem, hogy Langelmének nézzem magam, de hát volt annyi szabad időm és gondolatom, mint bármely fele barátomnak. Azon felül két nemzedék határmesdjéjén is állok, ezért talán másoknál többet tudok napfényre hozni a régmúlt halványuló nyomaiból, melyek ma-holnap elenyésznek. Azon kívül ismerek egy sor minapi esetet és egy sor ősi hagyományt, ezért hát felteszem a kérdést. Tán félek, hogy nem akadt kezemre holmi ósdi mese sutra vetve, melyet karácsony tüzénél szoktak kis úrnak olvasni ringatónak. Nincs ki a kincset jobban ismeri. Brute első jötte és győzelmei. Vérkeresztes Szent György a Pejlovon, Artúri asztal Kaledon vadon. Nincs üzlet, melybe oly könnyű volna belefogni, mint a régiség kereskedésbe. Akárcsak az alantas rendű zálogosok boltjai esetében egy kevés rozsdás vasárú, egy-két tűzőre való jancsiszeg, néhány ócska cipővas, szemétre hajított káposztás hordó, további szolgálatra alkalmatlannak nyilvánított kandallórács már elég is a kezdethez. És ha a kereskedő egy-két füzetnyi filléres balladával vagy pamflettel is kiegészíti készletét, már is nagy ember, nagy kereskedő. Később azután a fent említett zálogosok módjára a szerző jól érti a kis szemfényvesztés lényegét, jó szemmel és kellőképp ragadós kézzel dúsabbá, vonzóbbá teheti üzlete gyomrát, mint homlokzatát, és könnyen kínálhat oly holmikat, melyek láttán azok, akik nem tudják, milyen a tiszta kezű ügyvitel a régiségkereskedők fertáján, csak arra kíváncsiak, hogy az ördögbe jutott hozzájuk. Igaz, hozzátehetjük, a régiségek csak kevés vevőt vonzanak, és a hívogatásban a torkunk is úgy berozsdásodhat, mint az áru, melyel kereskedünk, anélkül, hogy akár csak a portéka árát is tudakolná valaki. De nem alapozom minden reményemet, szorgoskodásomnak kizárólag erre az egy mezeire. Célul tűzöm ki hasonló bolt felállítását, ahol érzelem, dialógus és értekezés kapható, kivívandó azok tetszését, akiknek, ahogy a régi szólás járja, nem fűlik a foguk a puszta régiségekhez. Aféle fűszeres pultra gondolok, melyet vaskereskedői áruim elébe állítok fel, zsázsával, káposztával, póréhagymával és deréce szigorállal övezve az ősidők rozsdás emlékeit. Mivel úgy rémlik, hogy talán túlzottan is emelkedetten írok, semhogy érthető legyen, visszaalacsonyodok hát a köznapok nyelvéhez, és illő szerénységgel kijelentem, hogy elegendő képességet érzek magamban valamely vegyes természetű kiadvány fenntartására, mely hasonlítana
a Spectatorhoz, vagy a Guardianhoz, a Mirrorhoz, vagy a Loungerhez. Már amennyire szerény tehetségem engedi. Nem mint a szándékomban állna Johnsont követni, akinek általános műveltségét és kifejező erejét nem tagadom, de akinek Ramlerjai közül nem egy szám, alig egyéb holmi üres szemkápráztatásnál, ahol is a tirádák és közhelyes maximák hivalkodnak felnyéljázó és homályos megfogalmazásban, hogy mégis részesülnek némi elismerésben, pusztán csak azért van, mert jószerivel érthetetlenek. A nagy moralista írásai között jó néhány akad, melyeket böngészvén, óhatatlanul is silány bohózat rémlik fel előttem, melyben a város legnagyobb hírű és legkisebb becsű alakjai hősökként, szultánokként és más efféleként vonulnak föl, csiricsári öltözékük révén némi közfigyelmet vonnak magukra, még nem álcájuk lehull. Mindazonáltal nem val óvatosságra, ha kőhaigálásba fog az ember, és éppen a maga ablakait zúzza be. Úgy vélem, hogy Little Croftangrynek még a fekvése is kedvező vállalkozásom számára. Alig ha létezhet még oly fenséges ellentét, mint a századok füstjétől sötét, hatalmas város, mely váltakozva visszhangozza a tevékeny szorgalom, vagy a tétlen dáridó zaját, és a magasztos, szírt koszorúzta bérc között, mely elhagyatott és téma, akár a sír, az egyik a létezés tetőző dagájával hivalkodik, és az özönvíz erejével görgeti, taszítja önmagát mind tovább, a másik valamely időpróbálta remetére emlékeztet, kinek élete oly némán és észrevétlenül csörgedez, mint a soványka vízér, mely védszentje forrásából szökik el emberfülnek észrevétlenül, és emberszemnek is majdhogy nem láthatatlanul. A város zajos templomra hasonlít, hol korunk Komusza és Mammonja tartja udvarát, s hol oltáraiknál ezrek áldozzák fel a kényelmet, függetlenséget és az erényt magát, a ködös és elhagyott hegység olybá tűnik, mint a hűbéri idők fenséges, de rettentő szellemének trónja volna, mely időben ezen istenségek címeket és javadalmakat ruháztak azokra, akiknek volt hozzá fejük, hogy készeljenek, és karjuk, hogy végrehajtsanak vakmerő vállalkozásokat. Hogy úgy mondjam, az erkölcsi világrend két véglete találkozott a küszöbömnél. A homlokzati ajtótól néhány perces gyalogséta gazdag és népes város szívébe visz. Majd ennyi lépés a hátsó bejárattól magánnyal szerencséltet, oly tökéletessel, a minőre Zimmermann vágyhatott. Bizony, hogy így segítséget kap képzelőerőm, tán jobban siklik tólam, mint a lakosztályom lenne az újvárosban, vagy manzárcobám a régiben. Ahogy a spanyol mondja, viámos kracsó. Úgy határoztam, hogy nem folyóiratszerű folytatásokban teszem közzé művemet, és erre kettős okom is volt. Először is nehezen viselem a sürgetést, és ifjúkoromban épp elegem volt a követelőző küldöncökből ahhoz, hogy most vonakodjam attól, hogy ismét effélék keressenek, akár csak a nyomdai kifutó kevésbé rémséges ábrázatában is. Másodszor, a folyóirat vásárlóinak köre nem lépi át egykönnyen annak a városnegyednek a határát, ahol megjelenik. Művem, ha egymásra sorjázó számokban kerülne piacra, a könyvkereskedő buzgolkodása híján alig ha emelkednék Netherbow fölé, és még csak remélni sem lehetne, hogy a Princess Street szintjére felhágjon. Én pedig nem vagyok oly becsvágyó, hogy fogalmazványaim, még ha innét a Holyrood völgyéből veszik is eredetüket, ne csak a fentebb említett dicső környéken terjedjenek, hanem hogy átkeljenek a Forson is, meglepjék Kirkcaldy elterpeszkedő városát, megbűvöljék az East of Fife fregatjait és szénszállító bárkáit, bemerészkedjenek még a St. Andrews székesegyház klasszikus árkádjai alá is, és oly messze utazzanak éjszakra fel, amennyire csak a tetszés szele elhajtja vitorláikat. Ami a déli irányt illeti, e felől még legtitkosabb álmaiban sem táplálhatok reményeket. Tudomásom szerint a skót irodalom, akár a skót viszki, a közeljövőben tilalmi vám alá esik. De ennyi erről elég is.
ha ezek után akad még oly nehézfejű olvasó, aki képtelen felfogni azokat az előnyöket, melyekkel vevők dolgában a kemény fedelű kötet az egymásra sorjázó füzetek gyűjteménye ellenében bír, csak mérje össze egy sörétre töltött puska lőtávolságát ugyanazon szerszáméval, mikor ugyanolyan súlyú ólommal tölti meg, melyet előzőleg egyetlen puskagolyóvá öntöttek. Már csak azért sem lett volna túlzott jelentősége a folyóiratos formának, mert nem szándékoztam barátok előfizetéseiért folyamodni, illetve elfogadni tőlük az adomány ilyen nemét, sem bírálatait azoknak, akiknek kevésbé kegyes a hajlandóságuk irányomban. Dacára a kiváló példáknak, melyeket idézhetnénk, nem fogok koldusdobozt felállítani sem oroszlán, sem pedig szamár neve alatt. Jól sül el, vagy rosszul, magam feje bánja, illetve azon barátaim közreműködése, akikhez magánemberként folyamodhatom. Önkéntes segédeink közül sokan nálamnál ügyesebbnek bizonyulhatnak, és akkor adhatom közre a remekbe szabott írásművet a magam fagyosabb ömlengései közé illesztve, mint holmi csipkedíszt egy Galashiel szürke skót porköpenyen. Mások esetleg ügyetlenebbnek, és én kénytelen leszek visszautasítani őket írói érzékenységük nagy sérelmére, vagy ha nem, hát be kellene illesztenem munkájukat művembe, és így a magam homályosságát tenném még ködlőbbé és közhelyesebbé. Járja mindenki, szól a régi közmondásunk, a maga kitaposott útját. Azonban van valaki, s kivételt teltek vele, mint hogy már eltávozott körünkből, aki az emberélet legvégső határáig élvén oly nagy résszel tisztelt meg baráti érzelmeiből, mint hogy skót felfogás szerint voltaképp vérrakonok voltunk. Jó ég tudja csak, mi távoli fokon, és barátok, a régi Anglia felfogása szerint. A néhai kiváló és jó emlékezetű Mrs. Bethune Balliorra gondolok. De minthogy a hajdankor egy csodálatos képével munkám egyik főszereplőjét tervezem megajándékozni, itt csak annyit mondhatnék el róla, hogy ismerte és helyesléssel fogadta a jelen szándékomat, és bár, amíg élt, a féle méltóságteljes tartózkodással, melyet korához, neméhez és élethelyzetéhez feltétlenül illendőnek tartott, vonakodott a közreműködéstől. Mégis, hogy művemet folytathassam, örökül hagyott rám némi anyagot, melyre annyira fájt a fogam, mikor beszélgetéseink során az ő szájából hallottam elbeszélve, és melyet most, hogy birtokomban az általa saját kezűleg papírra vetett summája, fölöttébb többre becsülök, mint bármit, amivel jó magam szolgálhatnék. Remélem, az, hogy nevét az enyémmel összefüggésben említem, senkit sem sért majd sok-sok barátja közül, hiszen az ő kifejezett megelégedésével találkozott, hogy hasznát veszem a kéziratoknak, melyeket volt olyan kegyes végakaratában rám hagyni, abban a formában mégpedig, ahogy most felhasználtam azokat. Mindazonáltal hozzá kell tennem, hogy az esetek túlnyomó részében álcáztam a neveket, és itt-ott némileg árnyaltam és színeztem az anyagot, hogy az elbeszélés ezzel is érzékletesebb legyen. Ezen kívül anyagom jó része élő és elhújt barátaimtól származik. Némelyikük tárgyi hűsége talán kétségbe vonható, és ezen esetekre nézve örömmel fogadom, természetesen megfelelő szaktekintélytől a tévedések kiigazítását, melyek becsúszhatnak az efféle szájhagyományon alapuló feljegyzésekbe. Az egész kiadvány célja az, hogy némi fényt vessen Skócia szokásaira, amilyenek azok a valóságban voltak, és alkalmasint szembeállítsa őket a jelenével. Szerintem ugyan sok tekintetben a mikorunk viszi el a pálmát, de a tekintetben már nem, hogy módot adna a képzelet szárnyalására és a régi korok iránti érdeklődés felszítására. Örömömre szolgál, hogy 1826-ban lehetek író vagy olvasó, mégis nagyobb érdeklődéssel olvasnám, illetve írnám meg mindazt, ami 50-100 évvel ezelőtt történt. Hisz oly nagyszerű, magukba hulltan töprengő, nekievülten küzdő és halálra szántan csatázó őseink történetei oly mesék számunkra, amelyek
Előzik a téli esték unalmát, ha éppen nem vesz körül vidám társaság, vagy bearanyozzák a nyári délelőttöt, ha túlságosan is perzsel a nap, sem hogy lóra ülhetnénk, vagy sétára indulhatnánk. De mégsem szándékozom vizsgálódásaimat és elbeszéléseimet Skóciára korlátozni. Nem kötelezném el magam az írói témák, akármely sajátos válfajához, hanem éppen ellenkezőleg Burns-szel vallom, hogy lehet dalocska lesz belőle, lehet prédikáció. Csak annyit kell még hozzátennem ezen előzetes fejezetekhez illesztett utóirat gyanánt, hogy Molière receptjéhez folyamodtam, és kéziratomat felolvastam öreg asszonyságomnak, Janet McAvoynak. A megbecsülés, hogy kikérem a véleményét, örömmel töltötte el Janetet, és Wilkie vagy Allen felülmulatatlan vázlatot készített volna róla, amint egyenes derékkal ül székében, szokásos görnyedt testtartását ezúttal mellőzvén, komótosan kötögette harisnyáját, mintha csak a fonál minden fordításával és a kötőtük minden összekoccintásával nyomatékot szándékozott volna adni hangom lejtésének. Félek, hogy több örömet leltem fogalmazványomban, mint amennyire ildomos lett volna, és kissé talán szimpadiasabban olvastam, mint ahogyan egy szerkesztő előtt merészeltem volna, akinek tetszését nem látom biztosítottnak. De az eredmény nem támasztotta alá szövegem így mód való ellenőrzéséről szőtt elképzeléseimet. Igaz, Janetre komoly hatással volt a korábbi életutamat illető beszámoló, és néhány inkább indulatosnak, semmint udvariasnak nevezhető átkot szórt arra, ahogy Christy Steele a balszerencsés urat fogadta, és az asszony a házára úgy szintén. Ami őre vonatkozott, az bizonyos okoknál fogva kihagytam, illetve jócskán rövidre fogtam, de amikor elértem oda, ahol a közrebocsátással kapcsolatos általános nézeteimet fejtem ki, észrevettem, hogy Janet teljesen nyomot tévesztett, és csak azon igyekezett, hogy akár egy ziáló, folytató, kihagyó szuflájú, agyonhajszolt vadászer, legalább a hajtástól ne maradjon le, vagy inkább értetlenségében egész idő alatt a süket emberre emlékeztetett, aki röstelli fogyatékosságát és, bár egy szót sem ért abból, amit beszélnek előtte, szeretné elítetni magáról, hogy ő bizony igenis érti. Féltékenyen ügyel, nehogy meggyanúsítsák fogyatékosságát. Mikor Janet úgy látta, hogy valami megjegyzés esedékes, bírálatában pontosan arra a hívőre hasonlított, akinek a választása Mezopotámia édes szavára esik, lévén az a legépületesebb megjegyzés, amelyhez értelme felír a prédikációból. Janet igazán sietett elhalmozni fenntartás nélküli dicséretével mindazt, amit Mr. Timmermanról mondtam, ahogy volt kegyes a német filozófust elnevezni, és úgy vélte, hogy biztosan a McIntyre felföldi törzssel közös a származása, mely név annyit tesz, hogy az ács fia. És nagyon derék név is az, Janet anyja maga is McIntyre lány volt. Egy szóval bevezetőm utóbbi része szemlátomást süket fülekre talált Janetnél, és így Molière rendszerét alkalmazva félre kellett volna tenni az egészet és újra fogalmazni. De magam sem tudom miként. Továbbra is meglehetősen jó véleménnyel voltam fogalmazványomról, még a Janet nem is értette meg, és nem akarózott kihúznom a képzelet azon Deliláit, ahogy Dryden nevezi őket, kiknek szóképei és fordulatai túl magasak a tömegnek. Amellett legalább annyira gyűlölöm az átírást, mint Falstaff az adósságok visszafizetését. Kettős teher. Szóval abban maradtam önmagammal, hogy a jövőben csak olyan dolgokról kérem ki Janet véleményét, amelyek nem lépik át felfogó képessége határait, és okfejtésemet, valamint retorikámat az ő jóváhagyását mellőzve fogom a közönség kényére kedvére bocsátani. Egészen biztos vagyok benne, hogy tapsolni fog hozzá, az olyan elbeszéléseknél pedig, melyek megférnek gondolatai és érzései körében, majd hasznosítom, amiként eredetileg szándékoztam,
mesterkéletlen ítélőkészségét, és engedelmes hallgatója leszek. Persze csak akkor, ha történetesen véleménye nem különösebben ellentétes a magaméval, mivel végtére is Almanzorral vallom. Tudom hát, magam vagyok királyom. Az olvasó most már tudomással bír ki és hol létemről, művem céljáról és a körülményekről, melyek közepette belefogtam. Kapott némi ízelítőt a szerző tehetségéből is, melyet megítélhet a magas szája íze szerint. Olvashat tovább, vagy visszaküldheti a kötetet a könyvkereskedőnek, ahogyan ízlése parancsolja.